Sziasztok, kedves Zenél az utca nézők, ez itt a hetedik rész, és az első zenekar, a Free You Free Me, Bettivel és Dimitrivel, egy nagyon-nagyon szabad páros, ugyanilyen szabad zenével. Remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a rész is. Gyertek! Sziasztok! Puszi! Honnan jöttél? Oroszország, meg Ukrajna, Kijev. Budapestről. Hogy találkoztatok? Hát utcán. Utca zenéltem, és oda jött hozzám. Hogy lettetek egy zenekar? Egy közös barátunk keresett meg, hogy dobost keresnek, és... Egyszer eldöntünk, hogy zenélünk együtt. Mit tetszik benne a leginkább? A nyitottsága. A ritmus érzéke. El tudod képzelni, hogy hozzám vesz feleségül? Nem. Nem. Miért? Mert annyira testvéri viszony van köztünk, ami szerintem nem tud átfordulni másba. Mi benne a legelviselhetetlenebb? Ki? Ő? A nyitottsága. Ez vicces, de igen. Sokat eszik. Miért működtök jól, mint zenekar? Mert lelkitársak vagyunk. Köszönöm szépen. Amikor eldöntöttétek, hogy ti zenével szeretnétek foglalkozni. Nekem szintén fatrom volt szaxofonos, tengerész, és akkor én 10 éves voltam, amikor megláttam szaxofont, és rájöttem, hogy akarok zenélni. Nekem gyerekkorom óta érdekelt, csak aztán valahogy egy kicsit eltévedtem ezen a pályán, és hát azt hiszem 25 éves voltam, amikor találtam, hogy na jó, nincs tovább, zene, muszáj. Család, az hogy állt hozzá? Nem biztos a pénz, nem biztos, tehát ez semmi nem úgy jön, hogy itt a hó végén megkapunk egy nagy összeget, és nehéz elfogadni, hogy nekem ez így a szabadság. És ezzel mai napig küzdesz? Már nem annyira, de azért néha megkérdezi anyu, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Igazából anyukám nem tudja, hogy most foglalkozom ezzel, mert 2013-ban meghalt. De az a jó sztori ezzel, hogy szerintem ilyen 13 éves voltam, a harmadik év zeneiskolánál, és akkor mondta, így leültünk, és mondja, figyú, soha nem tudod, milyen lesz az életed. Lehet, hogy valamikor egyszerűen tudsz utcára kimenni zenélni, és akkor ez lesz a pénzed. És én, Jézus már, ilyen ennyi év múlva, én rájöttem, hogy anyukám, ilyen tudod, ilyen ez volt jós valami vízió, mondta igazából, és most ez történik. Úgyhogy szerintem neki nem lenne para. Aha. Sokat utaztok ti az utca zenélésnek köszönhetően. Vontatok már le következtetés, hogy az itthoni utca zenélés és mondjuk a külföldi utca zenélés között mi az, ami nagyon feltűnően más? Bécsben például van azért egy jó projekt, ahova minden évben van egy casting, akkor meghallgatnak, és hogyha gondolom, hogyha megfelelt, vagy olyan, ami tetszik, akkor az mehet. Az itthoni szabályozás, az milyen a többihez képest? Egyszer Calvinon zenéltünk, és közteresek kijöttek, és aztán egyszer már mondták, hogy na srácok, jó, oké, akkor büntetést kiírjuk nektek. Annyit csináltam a büntetéssel, hogy tök véletlenül kiesett a kukába. Teljesen véletlenül. Véletlenül, igen. Igen. Nagyon remélem, hogy valamikor ez már normális, legális lesz. És nem zavar egyébként benneteket az a kicsit gyökértelen élet, hogy ide-oda mentek? Jó, hogy idő után így felmerül, hogy hát most már azért jó lenne nem máshol aludni, nem másnál zuhanyozni, nem máshol lenni, de tágítja a kis komfortzónámat, ami van, így, hogy nekem kell ez. Szerintem pont akkor történik a csoda, tudod, amikor kimész onnan, ahol igen, minden már tudod, minden ismerős, mint dzsungelbe, tudod képzelni, most dzsungelbe mész, és pont akkor találkozol ilyen fantasztikus emberekkel, ilyen nagyon érdekes kapcsolatok vannak, szóval érdemes. Iszonyatosan nyitottak vagytok a világ fele, és az emberek miért legyenek bátrak, miért legyenek nyitottak, miért merjenek belevágni új helyzetekbe? Én azt hittem, hogy ez nagyon nehéz dolog, de szerintem sokkal nehezebb szenvedni, minden sokkal rosszabb. Én abban hiszek, hogy mindenkiben ég a tűz benne, mindegyik emberben, és tök mindegy, mit csinálsz, zene, vagy szakács, vagy építész, vagy ilyesmi, akkor boldog leszel, akkor lesz pénz, akkor lesz minden jó emberekkel fogsz találkozni, és tényleg nem, hogy mondasz, nem fogsz szenvedni, de azt tényleg kell követni a tűzet. Nincs az a pont, amikor úgy érzitek, hogy most már ennyi idős vagyok, lehet, hogy kéne egy család, gyerek. Szerintem lehet kombinálni okosan.
Szóval szerintetek 10 év múlva akkor ti utazenélni fogtok ugyanígy? Sima. Lehet. Még jobb. Lehet. Köszönjük, hogy megnéztétek a Zenél az utca. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek a Zenél az utca 7. részét. Remélem nagyon tetszett, hogyha igen, akkor mehet a like, a megosztás, meg a feliratkozás valahol itt a... nem itt az aluljáróban, hanem ott valamelyik ikonon. Sziasztok! Nem volt béna? Jó.